Magyarországi derbi Lombard Pápa Győri Etó és a 12. perc eseménye, amikor Koltai játsza tovább Alexidzéhez, kapja és vissza Koltai. Szűcs még oda, paskol a labdába, ezáltal nagyot védett a hazai kapus. Aztán egy hazai szöglet Bárányostól, és nem sikerül bepasszírozni a labdát németnek, Stevanovics ölébe. Tolta csak. Aztán megint a túloldalon egy Koltai kísérlet, most nem az összjátékot keresse, hanem kapura lőtt 38. percben, így maradt a 0-0 a születre. Ez az 54. minutum. És kapufa! Bárányos 11-ről a jobb oldali léce találta telébe, aztán egy Maric lövés keresztbe. Némi mázni is kellett a Győr szempontjából, hogy ezt megúszták, kapott gól nélkül, megúszták. A 65. percig Rebri nem tudott visszazárni időben a vendégek jobb hátvédje. Szép passz, Bárányos lövése meg annál is szebb, kapásból, parádés gól, 14-ről védhetetlen. Sasa Stevanovic nem érhetett oda. Vezette át a Lombard Pápa. És marad is támadásban. Nagy beadása és egy kis gurítás Rebriktől. Stevanovic számára ez gyakorlatilag új gyakorlat. 74. perc, Maric és Stevanovic. Szép jelenet ez is. 19-ről tekerte rá Maric. Talán ha nem középre megy. Aztán váratlanul egy szabadrugás a túloldalon. Totadze védhetetlen. Bombagól a hosszú fölsőbe. Egyenlít tehát az Eto. Nagyon eltalálta a grúz. Aztán Weber György háborodott föl, miután szerinte az a szabadrugás, amiből az egyenlítő gól jött, méltatlan és méltánytalan volt, így kiállítja őt a chilei játékvezető Álvaro García Miguel. Így az Újpest elleni következő meccsen, hiszen már el is tiltották egy találkozóra a Lombard edzőjét, nem ülhet a kispadra. Viszont ekkor örülhetett, pedig már a 92. percben járt a mérkőzés. Goran Maric a labdaszerzés után tökéletesen fejezi be, találja el a labdát a 16-oson, és így mindhárom pont Pápán maradt. Talán a szurkolók sem hittek már ebben a végén. Második félidőben értelmetlen okokból teljesen mást akartunk játszani, mint az elsőben, tehát nehéz ezt megfejteni. De akkor jobban játszott a Pápa. Hát két gólt rúgott, nem tudjuk, tehát három ember között betolja, tehát ezek olyan hibák, amiket 92. percben nem lehet elkövetni, de attól függetlenül nem játszottunk jól a második félidőben is. Az győzelem az ezáltal az semmiképp sem volt benne a mérkőzésben. Igazából a mérkőzéseket meg lehet komponálni, de az egyének döntik el. Ma egy klasszis villanás, amit várok a Maricstól már nagyon hosszú ideje, és remélem akkor most ezzel benne is átszakadt egy át, és a hátrajövő fordulókban ilyen találatokkal örvendeztet meg minket.